Szenior nemzetközi úszóversenyt tartottak a hétvégén Hódmezővásárhelyen. A kétnapos megmérettetésre nem csak hazánkból, de a környező országokból is érkeztek. A versenyt minden évben megtartják. Az idei volt a 14. A Gyarmati Dezső Sportuszoda fedett részében egyéni és váltó kategóriában is indulhattak a versenyzők. 25 és 99 éves kor között bárki jelentkezhetett. A részvétel hasonló volt az előző évekhez, a versenyre idén is mintegy 300-an neveztek. Aki a Senior Úszó Szövetség tagja, Magyar Senior Úszó Szövetség tagja, az mindenki jelentkezett, szinte az összes egyesület, egyéni indulóink is vannak, valamint a környező országokból, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából, Ausztriából érkeztek versenyzők. A rendszeres gyakorlás csak úgy, mint bármely más sportágban, az úszásban is kiemelkedően fontos. Egy bajnokságra mindig többet kell edzeni, az eredményért ugyanis meg kell dolgozni. Így van ez a szenior korosztályban is. Dr. Rendka László és gombkötőné Tóth Ilona Debrecenből érkeztek. Mindketten hosszú évek óta űzik ezt a sportot, és aktívan részt is vesznek a versenyeken. A VB előtt heti 6 alkalmat edzettem, ebből mondjuk 3 volt a kemény, 2-3 átmozgatás. Hát egész éven át vannak versenyeink, tehát így készülni kell, de sajnos nekem lehetőségem nem nagyon van, mert Orosházán az úszoda bezár, és így kénytelen vagyok eljárni máshova edzeni, tehát nagy versenyekre muszáj készülni, mert máskülönben nincs eredmény. Nem csak a szép eredmények miatt érdemes egy életen át űzni ezt a sportot. Számos pozitív hatása van testünkre és lelkünkre egyaránt. Nagy Enikő, a Hódmezővásárhelyi Szenior Úszó és Vízilabda Klub úszója, minden korosztálynak szívesen ajánlja ezt a mozgásformát. Egyrészt ugye nagyon-nagyon jó a gerincre, izületekre, nem véletlen járnak gyógyúszásra is, idősebb korosztály, gyerekek, mert ugye izületkímélő, mindenféle sérülésből való fölépülésre javasolják, gerinc problémákra, szívkeringési rendszerre nagyon jó. A mintegy 300 résztvevő 32 versenyszámban mérhette összetudását.